A big tech cégek rendszeresen megsértik a nemzeti és uniós jogszabályokat, legyen szó akár adózásról, versenyjogról vagy állampolgári alapjogokról. A piacvezető nagy online platformok visszaélve helyzetükkel beavatkoznak a nemzetállamok belpolitikájába, sokszor még a választásokat is befolyásolják. A globalista törekvéseket ellenző politikusok oldalait önkényesen törlik. Az Apple ítélet rávilágít arra, hogy rá lehet kényszeríteni a globális nagyvállalatokat a törvényeink betartására. Ugyanilyen határozott fellépés kell a Meta a jogsértő gyakorlatával szemben is, hiszen a cég korlátozza a véleménynyilvánítási szabadságot azáltal, hogy rendszeresen cenzúrázza, törli a patrióta tartalmakat az online platformjain. Az Apple példáján látható, hogy a leghatékonyabb adójogi, versenyjogi és fogyasztóvédelmi eszközökkel lehet megregulázni a globális cégeket. A DSA rendeletet az alapjogok védelmére hivatkozva fogadták el. Ha a bizottság nem lép fel a véleménydiktatúra ellen, továbbra is asszisztál a jogsértésekhez, azzal azt bizonyítja, hogy számára elfogadható a negatív diszkrimináció a szólásszabadság területén.